Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket évközi 32. vasárnap szentmiséjén. Élő testvérekért ajánlom fel a mai szentmisét. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel tudjunk részt venni ebben a szentmisében. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőt, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelme, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, a jó akara embereknek, dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged.
Könyörögjünk, mindenható irgalmas Isten, kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszat, add, hogy minden testi lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Akik korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük. Ez az Isten igéje. Isten. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Hozzád vágyódik szívem, Uram Istenem, virrasztva kereslek, az én Istenem, Te vagy nékem. Téged szomi az lelkem, testem utána deped, mint a puszta tikkat kihaszott földje. Hozzád vágyódik szívem, szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam, mert irgalmat többet ér, mint az élet, ezért ajkam dicsőít téged. Hozzád vágyódik szívem, neked mondok áldást, amíg csak élek, a Te nevedben tárom ivára kezemet, mint dús lakomával Teig be lelkem. Ajkam újjong, szám dicsőít Téged. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Még fekvő helyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Valóban Te lettél védelmezőm, szárnyaid oltalmában őrvendezem. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek,
Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, aztán mi élők, akikben életben maradtunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálás. Halleluja, 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 virasszatok és készen álljatok, mert nem tudjátok, hogy az emberfia melyik órában érkezik. Halleluja! Az Úr legyen veletek. És a felelkedve. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Jézus példabeszéde most így az egyházi év végéhez közeledve a végső időkre irányítja a figyelmünket. Krisztus újra el fog jönni, de nem csak erre gondolhatunk, hogy Krisztus eljövetele valamikor megtörténik, hanem arra, hogy ez mindannyiunknak még az életében fog megtörténni. Igen, Krisztussal találkozni fogunk még életünk során. Mert amikor meghalunk, az gyakorlatilag az életünk vége, az tulajdonképpen az a történelem befejeződése a számomra, a számodra. Amikor tehát véget ér az életünk, akkor személyesen azt éljük meg, hogy az én történelmem lezárult, Isten előtt találom magam, és eldől az örök sorsom. Szóval mindannyian még az életünkben találkozni fogunk Krisztussal, és megérjük azt a pillanatot, hogy a vőlegény érkezik. És nem tudjuk, hogy ez a pillanat mikor jön el. Ma délután, estefele, holnap reggel, talán az éjszaka adom vissza a lelkem a Teremtőnek, vagy még lehet, hogy évtizedek vannak hátra. Nem tudjuk. A vőlegény bármikor érkezhet. Ez az egyik üzenete ennek az evangéliumi résznek, hogy virasztva és készen várjuk. Ugyanakkor azért az is figyelemre méltó, hogy vőlegényről beszél. Jézus nem úgy beszél az ő visszajöveteléről, hogy na aztán jövök, és aztán majd kapni fogtok. Hanem azt mondja, hogy jön a vőlegény, egy örömteli pillanat, egy örömteli dolog. A vőlegény érkezése az mindig öröm. Különösképpen itt eszünkbe juthat az, hogy
az egyház és mi magunk Krisztus mennyasszonyaként lehet várnunk a vőlegényt. Tehát, hogy van lehetőségünk arra, hogy a vőlegény, hogy Krisztus érkezését úgy éljük meg, hogy egy olyan kapcsolatban legyünk vele, hogy ez nekünk a vőlegény érkezését jelenti, és nem a büntetőbírónak az érkezését. Tehát ez igazából rajtunk múlik, nem ő rajta, nem ő mondta azt, hogy jövök és rendőr leszek, és bíró, és kivégzések lesznek, hanem azt mondta, hogy vőlegényként jövök. Rajtunk múlik, hogy viszonyulunk ehhez. Az a mennyasszony, amelyik fél a vőlegény érkezésétől, hát az egy érdekes dolog. Ott valami baj van. Rajtunk múlik tehát, hogy valóban vőlegényként fogadjuk-e az érkező vőlegényt. Az evangélium mondani valója igazából ez a vírasztó készenléti állapot, hogy ebbe ne fáradjunk bele. Vagyis magyarul szólva, hogy mindig készen álljunk az Úr érkezésére. Tulajdonképpen ez annyit jelent igazából, hogy a kegyelem állapotában éljünk. A megszentelő kegyelem az az Úrral való, az Istennel való kapcsolatot jelenti, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg nekünk. Azzal, hogy ő eljött, emberré lett, és emberként élt itt közöttünk, emberként élte meg az Atyával való szeretet kapcsolatát. És ezzel lehetővé tette számunkra azt, hogy emberként lehessen olyan kapcsolatban élni az Atyával, ahogy az örök második isteni személy él az Atyával. Tehát, hogy azt a kapcsolatot, amit ő megél öröktől fogva az Atyával, azt lehozta ide az emberi testbe, beleinjekciózta az emberségünkbe, és innentől kezdve nekünk részünk lehet abban a fajta kapcsolatban, amiben ő van az Atyával öröktől fogva. Ez a megváltás. Így már egészen világossá válik számunkra, hogy miért mondja Jézus azt, hogy vőlegényként jön. Mert hogy ennél mélyebb, bensőségesebb, szeretetteljesebb kapcsolatot nem tud példát hozni már, hogy mi lehet még ennél szebb, mélyebb, bensőségesebb, kedvesebb, meghittebb, örömtelibb találkozás, mint amikor a mennyasszony találkozik a vőlegénnyel. Sokszor használja Jézus ezt a képet, és maga a Szentírásban is többször előkerül az Ó és Új Szövetségben újra és újra, hogy Isten és ember kapcsolata a vőlegény és mennyasszony kapcsolatához hasonlít. És ebbe a mély kapcsolatba von be bennünket Isten. Azért mondja ezt a hasonlatot egyébként a mennyasszony vőlegény kapcsolat, mert hogy többet már nem tud mondani. Mert hogy a mi világunkban már nincsennél mélyebb. Egyébként meg lehetne. Mert az a kapcsolat, amiben Krisztus van az Atyával, és ami nekünk is megadatott a megváltással, az ezt is meghaladja. Tehát valami nagyon mély szeretet kapcsolatban lehetünk, és az Úr a megváltással ezt megszerezte nekünk. És azt is látjuk, hogy ő az életét adta azért, hogy mi ebben a kapcsolatban lehessünk, hogy mi ebben élhessünk. Az életét adta ezért. Ebből is látjuk azt, hogy neki ez mennyire fontos. Hogy neki ez a kapcsolat, hogy mi ilyen benső kapcsolatban legyünk az Atyával, hogy neki ez mennyire fontos, ő ezt mennyire akarja. Ő nem a számon kérést akarja, hanem azt, hogy legyen meg ez a kapcsolatunk az Atyával. Ebbe ő belehalt. Csak legyen meg ez a kapcsolatunk az Atyával. Minden áron ezt akarja. És ebbe vagyunk meghívva. A mi részünkről azonban ehhez szükség van arra, hogy a kegyelem állapotában legyünk. Vagyis, hogy készen várjuk. Mai példabeszéd ugyan nyilván joggal mondhatja bárki azt, hogy miket beszélek én itt, hiszen itt 10 szűzről van szó, akik várják a vőlegényt, nem ők a mennyasszonyok. Igen, de én egy kicsit most ezt már összevontam azokkal a hasonlatokkal, képekkel, amiket a Szentírás más helyen is beszél, és amit az egyház maga is tanít, hogy az Isten választott nép, az egyház, az Krisztus mennyasszonya. Egy kicsit előrelépünk, tovább lépünk. A mai példabeszéd azonban kifejezetten a vírasztásra, a készenlétre, erre a kegyelem állapotára koncentrál, tehát az, hogy hogyan vagyunk mi ebben, mennyire vagyunk készen. Azzal, hogy megkereszteltek bennünket, azzal, hogy, tehát, hogy biztos, hogy mindannyian belekerültünk már ebbe a,
ebbe a készen vagyok, várakozom rád virasztó állapotba. Ha máskor nem keresztségünk pillanatában, már ott ebben benne voltunk ebben a kapcsolatban. Kérdés aztán, hogy ezt mennyire éljük meg, és mennyire maradunk ebben benne. És erről van szó itt most, hogy mennyire maradunk ebben benne. A 10 leány közül, akik várakoztak a vőlegényre, 5 okosak voltak, 5 pedig balgák. És az okosak azok vittek magukkal olajat még, hogyha fogytán van, akkor ki tudják egészíteni, fel tudják tölteni a lámpásaikat. Tehát magyarul szóval ők folyamatosan tudtak világítani. A balgák azonban kimerültek, egy idő után elfogyott az olaj, és kialvóba volt a lámpás, és kialudtak a lámpásaik. Tehát nem volt meg bennük ez a kitartó, vírasztó lét, ez a várakozás a vőlegényre. Nem tudtak ebben benne maradni. Ők nem tudtak, a mi esetünkben azonban arról van szó, hogy tudunk, mert Isten megadja a kegyelmet, hogy legyen olajunk, ha nincs, akkor nem akarunk. Tehát ez fontos így megfogalmazni, hogy nem, a nem tudás és a nem akarás azért az nem ugyanaz. A kegyelem állapotában lenni, arra hív az Úr bennünket, hogy ebben maradjunk benne. Ne fáradjunk bele abba, hogy a kegyelem állapotában vagyunk és élünk. Mi az, ami konkrétan tud segíteni bennünket abban, hogy a kegyelem állapotában legyünk, hogy ebben éljünk. Tudjuk, hogy a bűn az, ami kiránt bennünket ebből az állapotból. A különböző bűnök, amiket elkövetünk, és elsősorban itt a súlyos bűnökre kell gondolnunk. A bocsánatos bűnök azok meggyengítik az Istennel való kapcsolatunkat, és előkészítenek arra bennünket, hogy egy adott pillanatban majd elbukjunk egy komolyabb kísértésben, egy komolyabb bűnre való kísértésben. Ahogy meglazul az Istennel való kapcsolat, előkészítődünk arra, hogy meggyengül a védelem. Azonban a komolyabb, súlyos bűnök azok, amik megszakítják az Istennel való kapcsolatot. És ez a mi legnagyobb kincsünk. Tehát ezt nekünk nem szabad odadobni. Ezt nem szabad elengedni. Ennek a kapcsolatnak a megtartásához ezért szükségünk van folyamatosan arra, hogy imádkozzunk. Ez az egyik fontos dolog. De az imádság az valóban kapcsolat legyen az Istennel. Az ne felmondott szövegek legyenek, versikék legyenek. Gyerekként megtanulunk ilyeneket, és próbálunk ezekkel azonosulni, fölvesszük az imának a ritmusát, és beletanulunk abba lassan, hogy mit jelent imádkozni, de azért mondjuk 20 évesen már nem úgy kell imádkozni, mint 8 éves korban. És 60 évesen meg főleg nem. Tehát, hogy az imádság az egy beszélgetés, az egy együttlét, az egy kapcsolat az Istennel. Figyelek rá, mert tudom, hogy ő velem van és figyel rám. Fontos, hogy egy ilyen kapcsolattartásban legyünk az Istennel. Mert akkor tudunk csak valakihez hűségesek maradni, hogyha kapcsolatot tartunk vele. Másképp ez nem fog működni. A másik ilyen dolog Isten igéjének az olvasása. Tehát, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy ő mit mond nekem. A kapcsolatban az is benne van, hogy érdekel az, hogy te mit mondasz nekem. Nem csak én beszélek, hanem kíváncsi vagyok rád. És ha olvasom a te szavaidat, Uram, akkor ezeken a szavakon keresztül megismerlek téged, és megismerem a te gondolataidat. És meg fogom ismerni majd azt is, hogy egy adott élethelyzetben, amiben én vagyok, ott te mit gondolsz, ott te mit mondanál. Tehát a Szentírást olvasva ilyen egyszerű módon történik ez, hogy megismerem, Uram, a te gondolataidat, megismerem a te gondolkodásodat, és meg fogom ismerni majd azt is, meg fogok világosodni, hogy holnap után délelőtt majd, amikor ebbe vagy abba a helyzetbe vagyok, hogy abban a helyzetben neked mi a gondolatod? Fogom tudni, meg fogom érteni, vagy legalábbis föl fog derengeni. Tehát Isten igéjének az olvasása az megvilágosít bennünket, átmos bennünket, és behelyezi a mi belső világunkba, gondolatainkba Isten gondolatait, Isten látását, vagyis az igazságot, a valóságot.
Aztán a harmadik ilyen dolog, ami segít bennünket virasztónak lenni, készen lenni, hogy a kegyelemnek és a hűségnek az olaja az ne fogjon el belőlünk, az pedig a rendszeres gyónás. Sok ember halogatja a gyónást. Őszintén szóval én nem értem. Tehát nem értem azt, hogy lehet azt csinálni, hogy vallási szokásokat megtartok, és közben nem vagyok benne a kegyelem állapotában. Halogatom ezt a gyónást. Van olyan helyzet, amikor valami akadályozza az illetőt. Azt értem. De hogyha lehetne, elmehetne gyóni, miért nem? Tehát nem értem, hogy miért nem. Hogyha a mennyasszony és a vőlegény összeházasodnak, és akkor oda költöznek egy házba, akkor miért van az, hogy a mennyasszony mindig másik szobában akar tartózkodni, mint a vőlegény? Ezt nem értem. Erre nincs magyarázat. Miért nem megy el az ember és gyónja meg a bűneit, és rendezi a kapcsolatát az Úrral, ha erre megvan a lehetőség? Meg kell tenni, testvérek. Nem szabad benne maradni ebben az állapotban, hogy húzzuk, halogatjuk, hogy majd, mert így is jó, így nem jó. És hogyha kimész a templomból és meghalsz, akkor mi lesz? Adva volt számodra a lehetőség, hogy rendezd a kapcsolatodat az Úrral, hogy feltöltsön téged a kegyelem olajával. Adva volt a lehetőség, és nem éltél vele. És hát érdemes leporolni időnként magunkat a bűnbánatban, vagy a szentgyónás kegyelmében, amikor ránk rakódnak a kis bűnök, amik nem szakítják meg az Úrral való kapcsolatunkat, de megterhelnek bennünket. Mint a porréteg a lakásban, a szobában, hogy egyre vastagabb. Egy idő után már a lelkünk olyan, hogy már úgy érezzük a súlyát is, hogy így lenyom bennünket. Tehát, hogy poroljuk le magunkat, mossuk le magunkról. Tehát engedjük meg az Úrnak, hogy a szentgyónásban lemosson bennünket. És meg fogjuk tapasztalni azt, hogy egy kicsit kiegyenesedünk, föllélegzünk, frissebbekké válunk, és hatékonyabban állunk ellent a kísértéseknek is egy darabig. Tehát, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Mert itt élet-haláról van szó, örök életről és örök haláról van szó. Tehát nem játszhatunk ezekkel a dolgokkal. És végezetül pedig ott van a közösség, a közösségi lét, hogy tehát az embernek szüksége van segítségre, e világi segítségre is, vagyis szükség van például lelki vezetőre, időnként vannak kérdéseink, meg kell kérdezni, időnként elmondjuk azt, hogy hol tartunk, hogy állunk, néha vannak olyan helyzetek, amikor szükséges a lelki vezetőnek konkrétan megfogadni a tanácsát, mert megmutatja, hogy most ezt így ne, hanem amúgy, és hallgassunk rá, tehát hogy kellenek időnként, kell ilyen segítség. Kell az a segítség is, és nagyon sokat számít, hogyha van olyan közösség, ahol Krisztus útján együtt haladunk, ahol nem csak mondjuk falatozgatni jövünk össze, meg beszélgetni az aktuális politikai helyzetről, hanem Krisztusra irányul a figyelem középpontja. És tudjuk egymást erősíteni, támogatni abban, hogy hogyan járjuk Krisztus útját a mindennapokban, hogy te mivel küzdesz, én ezt hogy oldottam meg, imádkozzunk együtt, imádkozom érted, te is imádkozol értem, tehát hogy ami ilyen lelki támogatás segítséget tud adni. Erre is szükség van, és ennek is nagyon nagy megtartó ereje van. Testvéreim, kérjük az Úr kegyelmét a mai szentmisében, hogy tudjunk megmaradni mindig ebben a készenléti, virasztó létben, és hogyha pedig itt rendezni valónk van, vagy kiestünk ebből a kapcsolatból, akkor térjünk vissza hozzá, és rendezzük, mert meg lehet tenni. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjé. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért,
a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghívott szeretett fia mennyegzőjére. Hogy az egyház pásztorai éberen örködjenek a rájött bízottak üdvössége fölött. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy életünk végén a szent kenet olajával megerősítve eljussunk szent színed látására. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok, akiket hirtelen halál ragad el a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, egyszülött fiat tanításából tudjuk, hogy van örök élet. Segíts, hogy az örök életre hívó szavad virrasztva és fölkészülten találjon minket. Áld meg a testvéreket, akikért a szentmisét fölajánljuk, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjál el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints megengesztelődve erre az áldozatra,
hogy amit fiat szenvedésére emlékezve ünneplünk, azt szívünk odaadásával elérjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Szent vagy! Szent vagy, szent vagy mindenség, Uram Istened, dicsőséget betölti a mennyed és a földet. Hozsanna magasságban, áldjon, aki jön az Úr nevében. Hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitbe halljuk feltámadással, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára,
Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, remete Szent Pál és Boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert én az ország, a hatalom és a dicsőség, Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség összünk mindenkor. Isten bárányba, te elősz a világ bűnnek, írjon a szívünk. Isten baránya, te elősz a világ bűnnek,
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, miért jó, hogy mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöld előréteken át helyett nékem, csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem, felüdítette az én lelkemet. Aki nékem szolgál,
könyörögjünk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, hogy szent ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hétfőn, tehát 13-án engesztelő imádságot tartunk a szokott módon. 8:30-kor van szentmise, 10 órától a rózsafüzért imádkozunk, 11 órakor szentmisét mutatunk be. Hirdetem még, hogy az Új Ember újság, valamint az Adorémus novemberi száma megvásárolható a Szent István teremben. Most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! És a teremtetben! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen! A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezzünk. Parancsolj neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.